Üdvözlöm a nézőket! Önök a Vitrázs első adását látják, már ami ezt az évadot illeti Husnyák Andrával. És Nemes Nagy Anitával, idén társult hozzám kolléganőm, ami az első adást illeti három témakörrel készültök, és természetesen még ehhez kapcsolódó zenei csemegéket is válogatott Anita. Lajkó Félix és a Dress Quartet koncertje a Héttorony Fesztivál keretében Szabadkán zajlott. A Kárpát-medence olyan épületeiben adnak koncertet és előadást különböző műfajokban, amelyeket Makovec Imre tervezett. A részleteket pedig elmondja Horváth László fesztiváligazgató, és az is kiderül, hogy minek okán került a fesztivál Szabadkára. Juhász Gábor összeállítását láthatják. A Makovec Imre által képviselt organikus építészet az 1992-es Sevillai világkiállítás magyar pavilonja által vált ismerté. A Héttorony Fesztivál ennek a 20 éves évfordulójára indult tavaly Kárpát-medencei útjára, hogy igényes zenével töltse meg a mester által tervezett épületeket. Célunk valóban az, hogy a Makovec épületekbe, a Kárpát-medencébe olyan helyszínekre juttassunk el népzenét, világzenét, amelyek különben nagyon nehezen jutnának el ezekhez a városokhoz, közösségekhez. A hetes számnak mítikus jelentősége van a magyar nép történelmében. Ez Makovecet és a Héttorony Fesztivál szervezőit is inspirálta. A Héttorony az a Sevillai pavilon héttornya, ez a magyar kultúrkörnek egy nagyon misztikus száma, amelyet ő átvett és beépített ebbe az épületben. A kelet és nyugat találkozását jelképezi, mint ahogy Magyarország is kelet és nyugat határán, Közép-Európában középen van, és ez a két kulturális folyamat, áramlat mindig is meghatározta a magyar nép befogadó jellegét, úgy, ahogy a Makovec Imre építészete is szerintem egy ilyen befogadó, beolvasztó, megbékéltető és felfelé néző építészet. Idén a fesztivál Vajdaságban, Szabadkán kezdődött. A délvidéken nincs Makovec épület. A több mint 140 éve a magyar kultúrát ápoló szabadkai népkör épületét azonban az ő tervei alapján újították fel. Közel lassan 20 éve, hogy Makovec Imre tervezése alapján a Népkör Magyar Művelődési Központ épületét felújították, és természetesen a kávézóban látható mennyezet, valamint a nagy terem, tehát a díszterem, enteriőr, berendezése és dizájnja az Makovec munkásságát tükrözi. Még a 90-es években zajló délszláv háborúk ideje alatt is több felújítás, építkezés zajlott Szabadkán, mint most. A színház épülete, valamint más építészeti értéket képviselő házak is az utóbbi évek rombolásainak áldozatává váltak, hangzott el a fesztivál alkalmából szervezett építészeti kerekasztal beszélgetésen. Jelenleg Szabadkán a legnagyobb kihívás nem az építés jelenti, hanem az épített örökség, értékes épített örökségnek a megőrzése. Komoly csaták dúlnak ebben a témakörben, és nagyon jellemző az, hogy napi szinten vannak házbontások. A Szabadkához kötődő Lajkó Félix több helyszínen is koncertezik a Héttorony Fesztiválon. A Városháza díszterme kedvenc fellépő helyei közé tartozik. Ezúttal ifjabb Balázs János zongoraművésszel improvizációkat adott elő. Tényleg nincs előre eldöntve semmi, de hát azért egy alapvetően ő is, meg én is használunk olyan dolgokat, amik eléggé univerzálisak, különböző skálák, hangulatok, tehát amik már eddig is voltak, csak egy másfajta vegyítésben. A Szabadkai Városháza különleges élményt jelentett a fellépő művészeknek. Öröm számukra az ország határon túl is magyar közönségnek, a magyar építészet remekeiben muzsikálni. Dress Mihály szenvedélye az akusztikus muzsika, ahogy a Makovecé az organikus építészet volt. A zenében is van ilyen. Hát már ha csak onnan kezdem, hogy akusztikus muzsika, tehát amikor csak a hangszereknek a saját rezgése adja a hangot, ugye az az akusztikus zene, tehát mi is valahol organikusan gondolkozunk, tehát az elemi zenei erők azok, amik meghatározzák a mi zenénket, bár modern zene, amit játszunk, de
ettől, vagy mindezzel együtt mégis azt gondolom, hogy nem független ezektől a hagyományos régi dolgoktól, amelyek örökérvényűek. A Héttorony Fesztivál a szabadkai megnyitó után Makóra, Csengerre, Kassára, Lendvára, Beregszászra, Tiszapéterfalvára és Kolozsvára látogat. A gálára november 20-án a budapesti Szent Imre templomban kerül sor. Maradjunk még mindig a Héttorony Fesztiválnál és a Dress Quartetnél. Lajko Félix nagyon sok interjújában megemlítette, hogy a pályakezdésekor a Dress Quartettel való együtt muzsikálás milyen sokat jelentett számára. Gyakorlatilag mérföldkő volt. Így van, az induláskor elsősorban. Következne Lajko Félix és a Dress Quartett. Szabadkán 5. alkalommal rendezték meg a kortárs jazz gyöngyszemét, a Jazziré Fesztivált. A nyitó koncertet a holland-német összetételű Fossil Dry nevű zenekar indította. Azért, Anita, azt meg kell jegyeznünk, hogy elég nagy a jazz felhozata a térségünkön. Ugye gondoljunk csak itt akár most ugye Jazzikre, de a Jazz Fesztiválra is, Magyar Kanizsán, Jazzirére. Tehát, hogy azért van ennek hagyománya most. Igen, és ne feledkezzünk meg, hogy azért a zeneiskola, a szabadkai zeneiskola egy komoly bázisa most már a jazzzenészek képesítésének, képzésének. Például én ismerek olyat, aki innen már egészen Amerikáig ugrott, legalábbis amit karriert illeti. Orosz Ildikó pedig a helyszíre ugrott ki, és kifaggatta a formáció tagjait. Basszus, klarinét, nagybőgő és dobok. Ezeken a hangszereken játszik a Fossil Dry együttes, amelynek tagjai Németországból és Hollandiából érkeztek. To me actually it's a lot about fun jokes. It has a lot of humor in it actually. So this music has to me is actually pretty much humor. It's not that kind of serious, like to me not deep. Emotional, in another way emotional, but especially humor. So, yeah. A Fossil Dry számos német jazz díjat nyert. Az együttes tagjai kiváló zenészek. As a composer, I try to build a good platform for communication between the musicians. And in this case, we all do different projects, but in this case, it's a more melodic platform we use to communicate then. ¶¶
first time in Serbia, and I think it was my last time. No, just joke. That was start of big career in Serbia, I think. Hmm? Yeah. I hope it will be a television career. Maybe you can arrange it for me. A Jazziré kortárs jazz és kísérleti zenei fesztivál a zene szabadságára szeretné felhívni a figyelmet. A koncerteken ritkán hallott zenével találkozhat a közönség. Nem szeretnénk azzal a mainstream vagy a népszerűsített jazzzel foglalkozni, hanem azzal a zenei formákkal, ahol valahol érintkeznek a jazzzel, improvizatív zenével is, valahol kortárs improvizatív zenével, de valahol az összefűződik és valahol mélyen kapcsolódik a népzenéhez is. Idén 6 országból érkeznek az együttesek, hogy bemutassák a jazz 21. századi trendjeit, kereszteződéseit és más műfajokkal való egybeolvadását. A Burány Quartet, a magyarországi és szerbiai zenészekből álló jazz formáció lépett fel a Jazziré Fesztivál második napján. Hagyományos magyar zenét játszanak, sok-sok tradicionális jazzbeütéssel fűszerezve. Burány Béla Pöcök a jazz együttes szoprán és bariton szaxofonosaként lépett színpadra. Burány Béla Pöcök zentai születésű, már több mint 20 éve él Budapesten. Brácsán Mezei Szilárd játszott. Őket Benkő Róbert a legismertebb magyarországi kontrabasszusos kísérte nagybőgőjén. A dobok virtuóza a már 10 jazz formációban játszó Sárvári Kovács Zsolt volt. Az 5. Jazziré Fesztivál rövid szünetet tart. A következő koncertet november 29-én tartják. Akkor a brazil-portugál Jedo Gibson Vasco Trilla Duo és a szabadkai Madarak Hangja formáció tölti majd be zenéjével a teret. Egy nappal később, november 30-án a belgrádi Svetlana Maras játszik, aki a kortárs élő elektronikus zene és hangművészet meghatározó szerbiai képviselője, valamint az Eljot nevű Nisi együttes lép színpadra. És maradjunk az improvizatív jazznél, és hogyha már improvizatív jazzről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy az egyéni rögtönzési mód kerül előtérbe a hangszerek dominanciájának a kárára, vagy hátrányára? Hát az egyén kiemelése valóban, de hát nem lehet elvonatkoztatni a harmóniának és az odafigyelésnek, ugyanúgy meg kell lennie. Uh-huh. Csak éppen egy picit a nagyobb a szabadság az egyéniségekben. És akkor ilyenkor látunk egy jó kis jammeléseket. Így van, az örömzene. És nézzük, hogy az örömzene hogy jelent meg a Fossil Dry-nál. Orosz Ildikó szerint az ő ajánlásával a dobosra kell igazán odafigyelni. Thank you.
Magyar Kanizsa ismét az európai modern tánc fővárosa volt. Tavaly egyszer már ezt megszervezték, és az olaszországi modern táncszövetség az elismerésük jeléül úgy döntött, hogy idén is a tiszamenti kisváros ad otthont ennek az eminens fesztiválnak. Nem kis állóképességről tettek tanúbizonyságot mind a versenyzők, mind a nézőközönség, ugyanis két teljes napon keresztül zajlott ez a megmérettetés. Bödő Sándor kollégánk a helyszínen járt, az ő összeállítását láthatjuk. A porondon Olaszország, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Magyarország, Ukrajna, San Marino és Szerbia színeiben több mint 500 táncos mutatkozott be. Négy korosztályban versenyeznek a mini, a fiatalok, a juniorok, illetve a felnőtt korosztályban. A tánckategóriák több részből állnak össze, vannak a művészi kategóriák, mint például a dance show, vannak az utcai táncok, ami a diszkó, a hip-hop, electric boogie-ból állnak, és vannak egyéb karibien, ugye egy kicsit latinos beütésű kategóriáink is. A versenyzők szempontjából nagyon jó ez a helyszínválasztás, mivel a szálláshelyük is itt van rögtön a közvetlen közelbe, és szinte minden ország egy helyen van elszállásolva, így a versenyt követően is közben is kiválóan tudnak barátkozni, ismerkedni egymással. A táncosok zöme általános vagy középiskolás, ami nem könnyű feladat elé állítja ezeket a gyerekeket, hiszen két fronton is helyt kell állniuk. Zorro jelmezével és temperamentumos spanyol táncával nagy sikert aratott egy budapesti 12 éves lány, aki már óvodás kora óta napi rendszerességgel táncol, emellett az iskolában is kitűnő tanuló. A Showtime Fitness és Táncstúdióhoz járok, és hát már kezdettől fogva, úgyhogy nem mentem át másik egyesülethez. Ez a mai produkció az én szememben, persze én nem vagyok szakértő, nagyszerűen sikerült. Hogy vagy vele megelégedve? Hát, nagyon élveztem, úgy nagyon a technikai részét nem, ugye én nem tudom pontozni vagy értékelni, de nagyon-nagyon élveztem, és ez a fontos. És az imént láttam, hogy oda pislantottál a táblára az eredményjelző, vagy mit tudom én, milyen tábla is az ott. Mit láttál rajta? Hogy elsőként holtversenyben jutottam tovább a döntőbe. Fantasy szólót táncoltam, és ahhoz képest, hogy nem sokat gyakoroltam, eléggé meg vagyok magammal elégedve, visszanéztem a videómat is, és tényleg jó volt. Egy hete van kész a koreográfiám, tehát nem relatív. Csak ennyi időd volt felkészülni? Igen, mert akkor döntöttem el, hogy jövök ebbe a kategóriába is, úgyhogy csak egy hetem volt. De ahhoz képest még én úgy gondolom, hogy jól sikerült nagyon is. Hát én azt hiszem, hogy egy ilyen rutinos táncos, mint amilyen te vagy, annak egy hét is elég még egy Euróhopperőségre is felkészülni. Hát majd most kiderül, igen, az eredmények és a pontok alapján kiderül, hogy mennyire volt érdemes egy gyakorolnom. A fiatal táncosokkal szinte mindenütt szakemberek foglalkoznak és készítik fel őket a versenyekre. A Magyar Kanizsai Bolero Táncklub sok versenyzővel és jó néhány formációs csoporttal indult ezen a nagy nemzetközi megmérettetésen. Sokat gyakoroltunk erre a versenyre, és nagyon ügyesek a kislányok, nagyon színvonalas a verseny. Sok versenyzőnk van, és ez nagyon jó, hogy sok országból jönnek, mert sajnos azt veszük észre, hogy egyre kevesebb pénzük van az embereknek, és nem mennek most már versenyekre, de most ez a verseny tényleg nagyon szépen sikerült, nagyon szép országokból jöttek el, és sok versenyző van, aminek nagyon örülök, mert így tudjuk látni, hogy mi is, hogy hol helyezkedünk el a versenyzők szempontjából, és nagyon jó, örülök neki. Én nagyon büszke vagyok a csapatomra, mivel én 7 éve tartottam nekik a táncot, én előtte elég sok évet táncoltam, én 7 éve tanítok nekik táncot, és nagyon szépen haladunk előre. Nagyon szépen köszönöm a szülőknek a segítségét, mivel hogy nélkülük ez nem jönne létre, de a gyerekek pedig nagyon sok munkát fektetnek bele, és tényleg kitartóak. A magas színvonalú látványos produkciókat, amelyekhez ötletes, olykor hazak kellékek, jelmezek és díszletek párosultak, elismert nemzetközi zsűri értékelte. Legsikeresebben az olasz táncosok szerepeltek, de aranyérem, illetve dobogós helyezés bőven jutott a magyarországi és szerbiai versenyzőknek is. Show me the way, slaves of the sea. Is there a swirl, an oyster pearl inside of me? Ennyi fért a mai adásba, köszönöm figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk ugyanebben a formában. Várjuk Önöket! Viszontlátásra!